Szép jó napot, az is megy most, az a mikrofon is, vagy ugye? Nem lesz. Ne, nem lesz. Káááú. Hülye gyerek megtalálta a hangosban mondott. Áú, bocsánat. Na, szóval szevasztok, sziasztok, magas feszültség. Eltelt ismét egy hét. Elnézést a megjelenésért, meg hogy jó, pont még jó vagyunk. Meg ez a fejért, csak Ádika 3 órát aludt az éjszaka. Éjszakát ilyen hajnali 4 fele álltam, vagy ültem, vagy feküdtem olyan állapotban, hogy akkor most tudok aludni. Butha megvan, a sör még ugye most nem kéne, de mindegy. Ja, meg csapózni kell, ugye? A profik így csinálják. Hellókat. Na, szóval hát magas feszültség. ferikukac.ftrpix.hu, hello TikTok, vagy nem tudom hova készül, hello, sziasztok, itt az Ádi. Igen, és hogy szóval a történet lényege annyi, hogy tudjátok röviden, tömören a hét eseményét megbeszéljük, átbeszéljük, és a többi, és a többi. Kezdjük is bele, hírcinke rovatunk, havonta összesen 1/2 órát telefonálunk nyilvános fülkékből. Talán egyszerre telefonáltam 10 évesen. Akkor is csak azért, mert volt ilyen kis kártyám, kaptam, és akkor kipróbáltam. Én azért telefonáltam nyilvános fülkéből, mert szakadt az eső, és mobilommal bementem. Jaj, de hát akkor sem a nyilvános fülkét használtad, mármint, hogy nem a telefonját használtad, a saját telefont használtad, de fülkéből telefonáltál. Logos, jogos, jogos, jogos. Hát igen, nyilvános fülkék vannak, nyilvános illemhelyiségek annál kevésbé, de most állítólag lesz egyre több majd. Nem tudom, ez most hogy jött ide, csak hogy nyilvános már csak azért. Nem tudom, ez ilyen fertő számomra, tehát főleg mondjuk, na mindegy, nem akarok kerületeket mondani, mert ezzel azért nagyon rá lehet húzni dolgokat és embereket, de hogy mondjuk benne a belvárosban, vagy a részben belváros, a 7 és a 9 között mondjuk van egy szám. Na mondjuk ott nem feltétlenül egyrésztről, mert míg beérsz, lehet, hogy ki is fosztanak, másrésztről meg ott az ilyen privát szekcióban azt látom, amikor városba járok, akkor ilyen 3-4 ember körülött áll, vagy várják a nagy hívást, vagy nem tudom, de hogy az ilyen olyan nagyon saját fülkének tűnik be valami szintén, mintha az már az övé lenne. Na mindegy, úgyhogy hát, de igen, a fertő olyan szempontból, hogy mondjuk 1000 ember hozzányúl, 10 ember hozzányúl, ki tudja milyen hajléktalan, meg ez, meg az. Ezt sosem értem. Mai világban nem is értem, hogy minek van rá szükség. Menjen Japánba. Ott van, vagy ott egyáltalán nincs? Hát ott csoda vécék vannak elítólag. Jó, hogy vécék, de most a fülkékről volt szó, úgy, hello. Mert hogy ezt próbáltam összekötni, hogy... Ja, nyilvános, hát ilyen két... Ja, hogy úgy, ja, értem. Ja. Hát jó, ott állítólag ilyen masszírozó is van, meg altestmosó, meg és a többi, és a többi. De az jó dolog lehet. Amúgy tényleg, hát most végre, tehát az az egy pont, ami mondjuk nincsen gyereket teszem hozzá, ami csak a tiéd, ott abban a X percben. Az akkor legyen olyan. Jogos ebből a szempontból. Na jó, már menjünk tovább, ugyanis várhatóan jövőre rendszeresítik a magyar járőröknél az 50 000 voltos áramütéssel működő amerikai gyártmányú sokkolót, ami akár 7 méter távolságból is használható lesz. Most erre egy olyat gondoltam, hogy lehet, hogy kéne beszélni a BRFK-val, és én bevállalnám. Csinálnák nekik egy ilyen... Nyilván, persze, utolsó videón valószínűleg, tehát, hogy jó, hát nem halnak bele, mert ezt használják, tény is való. Csak, hogy úgy azért, na. Sziasztok, Ádi vagyok, és az itt a Jackass. Ez a magas feszültség, és tényleg az lesz, tehát, hogy így hello van. Nem, tényleg benne lennék egy ilyenben, hogy menjünk el, beszélgessünk velük egy kis PR cuccot összerakunk, és akkor le lehet teszteni rajtam. Na, úgy fradista vagyok. Na gyere ide, köcsök, és 3-an körbe állnak, az azért már fájdalmas lenne. Az egyik rendőr pont nyilatkozott tegnap vagy tegnap előtt, aztán ő mondta, azt kipróbálta, élete legrosszabb 5 másodperce. Ez ki lehet bírni, 5 másodperc nem olyan veszélyes. Meg kurva vicces. Hát kívülállóként kurva vicces. Hát az egy dolog, de utána láttam a tüskét, az ilyen 3-4 cent is, azért azon az beléd megy. Igen. Aha. Nem kell, mert én azt hittem, tudod, hogy rád megy, jó, hát nyilvánvaló, hogy meg kell, hogy tapadjon rajta, de hát azt hittem, hogy mint a kis Pfizer tűtő, kicsi, és akkor olyan, de nem, 3-4 centű, azért na, ez kellemetlen. Na mindegy, úgyhogy kedves BRFK, ORFK, nem tudom, kihez tartozik ez. Ja igen, a történet lényege az annyi, hogy majd akkor jelentzetek, és akkor megyünk. A történet lényege annyi, hogy valami 500 000 forint környékén van ennek a sokkolónak az ára, és ugye ebből vettünk most 50 000-et, de ez az 50 000 csak arra jó, hogy megtanítsák a rendőröknek, hogy hogyan kell ezt majd használni. Aztán amikor ezt majd jogszabályba hozzák jövőre, vagy másfél év után, akkor kell majd megint venni.
jóval többet nyilván, meg hát akkor újra kell vásárolni. Tehát ez... ezzel a feszültsége nem, nem van? Nem, azt hiszem 50 ezeret vettek. Az egy dolog, de hogy azt hiszem most 50 ezeret. Akkor csak 5 ezeret? Nem tudom. 50 ezerre emlékszem. Hát most tesztelni kell, nem tudom, ezek egyszer használatosak, mert ugye két vizét is ki tud rölni, nem tudom, ez olyan, mint a horgázó, utána visszatekered, és akkor újra tolt, azt nem tudom. Ez be kell tárítani, egyszer használatos víz. Na, szóval hívjatok minket tényleg, mert elmennék, tehát ki lehet élvezni majd minden frusztrációtokat, kedves rendőrtársak, és akkor majd Ádi bevállalja. Vagy a Krisztián, ott majd bal. De ez majd kőpapírról eldöntjük. Na jó, aztán Karácsony Gergely, Karigeri hátról, még nagyon sok mindent lehet. Ez az ember, gyerekek, ez sajnálom is, meg nem is, az az igazság. Tehát, hogy annyi fogás van rajta egy részről, másrészt, hogy annyira nem tudja ezt kezelni, hogy ez valami hihetetlen. És ő tényleg főpolgármesternek indult, most meg aztán miniszterelnök jelöltnek is indul. Szerintem ez inkább ilyen belső mozgalom lehet, hogy akkor Geri, neked menned kell, és egyébként is, te egy bábú vagy itt most jelen pillanatban, inkább ezt látom. De hogy életképtelen szerintem sok szempontból. De mindegy, Karácsony Gergő idővel kitítaná a dízelautókat Budapestről. Ez 2025-től szépen lassan fokozatosan, ott akkor csak 10-15 évesnél idősebb autók, és a többi, és a többi. De még mielőtt megint szinnán Karigerit, nem az ötlete, tehát az Unióban már több ilyen ország is van, sőt 2030-tól, vagy 2025-ben is tiltják a dízelautók gyártását például, vagy dízelmotoros autók gyártását. Elvileg, hát nem feltétlenül baj, teszem az ennyivel, mondom azt én, hogy dízelautóval jöttem. Én nem tudom, szerintem mindegyik ugyanannyira káros. Hát nyilván csak a dízel szerintem. De a környezetre igen. Hát nyilván, igen. Nyilván nem a Greenpeace-nek kéne akkor ilyen aláírásokat gyűjteni, hanem a tüdőorvosoknak is akkor az. De ugye a megoldás, ugye sokan azt mondják, az elektromos autó. Én ebben sem hiszek, oké, hogy amikor közlekedsz fel, az nem káros, de az elektromos áramot meg valahogy elő kell állítani. Tehát, hogy én ilyenkor ezért rögöm ki ezeket a nagy elfonokat, hogy hú, hát én vigyázok a környezetre, hogy vigyázol a környezetre? Úgyhogy közben tölt. A roller az ebből a szempontból még tök jó. A sima lába hajtató roller, mert ugyanúgy elektromos is van, az is ugyanaz. Nyilván kisebb az akkumulátor, nem egy egész izét, mi az búzatáblát kell gyalulni ahhoz, hogy egy gyárat létrehozzá, meg naperőművek, meg stb. De hogy akkor is az is elektromos, de azért mondom, a kézzel, vagy a kézzel, kézzel is hajtatod, de a lába hajtató is az viccesebb. Meg a bicikli, hát kedves biciklisek, itt a lehetőség. Lehet használni bicikliket. Hát ja. Aztán utána Csehországban alkotmányba foglalták a fegyveres önvédelemhez való jogot? De jó, Európa is kezd meghűlni. Nem tudom, ez a fegyver használata számára mindig olyan érdekes dolog volt. Amerikát el is ítélem ebből a szempontból. Nem feltétlenül jó dolog, főleg, hogy Amerikából kiindulunk, hogy amennyi defektes ember van ott, és ott látjuk a következményeit azért egy-egy ilyen. Az a baj, hogy az alkotmány gyökeredzik. Hát ezt értem, igen. Amiatt nem tud elnyomó lenni, hogyha neked van fegyvered otthon, akkor a rendőrséggel szemben is megvédheted magad, hogyha jogosnak érzed, hát az hogy legyen elnyomás. És erre építik ez az egész izé fegyvermániájukat, és az alkotmányt ők azért nem annyira módosítgatják, hogy mondjuk itt. Jó, hát igen. Igen. Itt mondjuk hetente naponta változ, ha nem óránként változtatják a jogszabályokat és a alaptörvényt, azt a hű de szikra erős alaptörvényt. Aztán a férfiak pénzköltése jobban szennyezi a környezetet. Erre hirtelen azt mondom, hogy szívesen egyrésztről, mert hogy amiket mi veszünk, ugye ez alatt azt érti a cikk, ugye, hogy autó, dohányzás és a többi, de hát ebben van a legnagyobb pénz az államnak. Azt hittem, hogy kicsit szexistább leszel, és ezt mondtad, sokszor a nőket is mi finanszírozzuk, és akkor... Nem, én ilyet nem mondok. A múltkori adás óta a gyerekek kezdtek változni. Erről majd a következő adásban. Anyukámmal is, a barátaimmal is, tanárjaimmal is, jogászokkal is. És azt mondták, hogy ez nem biztos, hogy ilyen jó irány. Na mindegy. Szóval, hogy igen, ez a helyzet, kérem szépen. Meg hát nyilván, amiket eszünk, mi férfiak, az sem olyan jó, mint mondjuk a nők esetében. A kupak most nem látszik elvileg akkor, ugye? Jó gondolom. Milyen érdekes, akkor mit csavart le ez a hülye gyerek, ugye? Na jó van. Ugye kedves férfiak, környezetudatosabbak legyünk, mondom ezt én. Aztán megbüntette a norvég női kézilabdázókat, mert nem bikini alsóban játszottak. Mint az EHF, vagy kicsoda. Ez valami EU-s? EU-s? Ez? Brüsszel?
Nem, Brüsszel csak minket támad. Brüsszel csak minket támad, ezt ne felejtsd. Nem, ez a női kézilabda szövetség gyakorlatilag, ez tartozik a röplabda is, ugye röplabdáról volt szó. Láttam a főcímeket magam előtt. Na várjál, mert ő azt mondja... Itt azt mondja, hogy női kézilabdázókat. Én meg úgy emlékszem, hogy röplabdásokról volt szó, vagy fotón úgy láttam, és akkor megint előjön belőlem az a drága szeretető énem, vagy a kedves nőket miért kell mindig így elővenni, miért kell mindig mindenüket megmutatni, és tényleg tehát, hogy álszent vagyok, mert szoktam nézni kézilabdát is, és röplabdát is, nyilván a női ágat nézem. Nyilván pont ezért nézem amúgy, hogy hú, de jó látvány amúgy. Mint ha belezős pornót nézni, hogy milyen rosszat, az mindenki nézi, azért csinálja. De hát basszus, de hát ezt tényleg nem értem, hogy tárgyként kezeljük a nőket ebből a szempontból, továbbra is azt mondom. Eszközök, nem tudom, én már ezt már többször is elmondom, én a nő lennék, én teljesen más dolgokon akadnék fent, mint amiken ők fent szoktak általában. Nem például ilyen dolgok, hogy mindig a tökéletes mutatjuk meg a címlapukon is, és mindenhol, és ezzel van tele, és hogy úgy, már ott tartunk, hogy a vízszerelő is úgy hirdeti magát, egy mesztelen nő, vagy egy félmesztelen nő fogja az meg a csavarkulcsot, vagy a kacsafogot, érted? Tehát, és meg a férfi szemű megtapad azt a mindenit, és mintha a nők nem is léteznének ebből a szempontból, feléjük nincs ilyenek ilyen reklámok. Jó, szoktam látni ilyen izmos férfi testet, és akkor de mit tudnak a nőknek így eladni? Fehér nem üt. Női fehér nem üt, érted, hogy hú, ezt leszakítanám rólad, ezt a fehér mi van rajtad, és akkor egy izmos férfi felsőtest van ott. Most te végül is hiányolod az izmos férfi testeket? Én nem hiányolom, én csak sokallom a női testeket. Ezt a... Kis cica? Inkább kis cica legyen, az sokkal aranyosabb. Senkit nem bántunk, meg jók, a kutyásokat bántjuk meg, akkor legyen kutya és macska. Gondolom a hölcsögök, meg a társaik. Hát jó, oké, de hogy még itt csak, nem tudom. Tehát ez lehet, hogy csak engem zavar, vagy már sok, nem tudom, bevallom őszintén. Ne haragudjatok, ha most bárkit megbántottam. Próbáltam egy kicsit jó irányba elmenni. Na mindegy, razziáztak Siófokon, és 11 embert elő is állítottak. Hát ilyen ez az aranypart. Ott megjelennek a rossz arcok, és az egyéb dolgok, amik lehet, hogy nem odavalók. És hát a rendőr ezt így kisasolja szépen. Meg pont múltkor mondtuk azt, vagy mondtam azt, ugye, hogy most ilyen intelligens kamerákat is szereltek fel elvileg állítólag, és akkor ezt felismeri a bűnözőket elvileg. Ha jól tudom, valami ilyesmi volt. Ez pont Siófok. És egy villog, hogy akkor jött egy bűnöző? Hát gondolom bejelez a központnak, hogy hello, Petőfi sétány 36. Jó, nem bűnöz. Hát az tök mindegy, de bűnöző volt, az már megvan pecsételve, kész egy körözés alatt áll, vagy mit tudom én. Körözés az egy dolog, persze. De hogyha mondjuk csak voltás itten, aztán kiengedtek. Hát nyilván nem ezért, meg nem így. Nem, mert vadulány volt. Hát mondjuk nem feltétlenül, azért teri maszkban kéne bemenni a dohányboltba. De most már nem kell maszkban. Mert most már azért nem is kell, tehát az már cink és feltűnő. Igen, aztán megszűnik a kedvezményes 5%-os áfa az elviteles és házhoz szállított ételekre. És ezzel találkoztam minap, és nem is rendeltem kaját. Mi a kurva, mi van? Ugye? Jó, egy kicsit összetettebb a sztori amúgy teszem hozzá, de a lényeg... 24% lesz? Hát azt hiszem visszamegy, igen. Drágább lehet egy olyan jó 500-600 forinttal nálunk is, ahonnan én szoktam általában rendeljet. Nem. Van egy pizzéria, tehát onnan mi burgereket és pizzákat szoktunk rendelni. Hogyha összejön a csapat, akkor azt mondom, csináljuk, szétszórjuk a pénzt. De múltkor megjelztem, mondom, egy, mit tudom, azt mondom, 1008 a pizza ott náluk, ha jól tudom, és valami 2007-re jött ki a vége. Mondom, biztos, hogy nem rendelünk pizzát. Mondom, akkor inkább veszek főtételt, az 1008-é hozzá ki. Hello. És nincs házhozszállítás, mert három házzal odébről hozzák. Mindig felszámolja, de soha nem kéri el. Nem tudom, ez a legjobb. Ja, durva. Durva minden esetre. Jó, hát... Na, ezek a fontos dolgok, így van, hogyha ezzel kéne foglalkozni, és társaival. És nyilván itt ugye gondolom, majd visszamegy a hús és társai is, mert ott is most ugye lejjebbíték az áfát, ha jól tudom. Az éttermek számára. Ebben nem vagyok biztos, de mintha annól még ilyesmit is hallottam volna. Na mindegy, úgyhogy hát 5%-os áfa megszűnik, én szerintem 27%-ra viszik föl, de majd meglátjuk. Szóval az utolsó hírünk, hogy betonfalnak ütközött egy autó az M3-as bevezetőjén, mert büntető fékeztek előtte, az elvileg pont ma délelőtt volt. És gyerekek, én tényleg ki vagyok már, ez a frusztráció, és erről már következő adásban is beszélgessünk, már különböző frusztrációk az utakon, bár erről már egy pár témát biztos lelőttünk, de hogy én ettől ki vagyok, hogy ez egyrészt hogy kurvára baleset veszélyes, másrészt tényleg, hogy nincs pöcsöd, vagy az asszony panaszkodik, hogy nem tudod kielégíteni, vagy azt nem is értem, tehát, hogy
hogy miért akarjuk bebizonyítani azt, hogy mi hülyébbek vagyunk az átlagnál, mert ebből tényleg ez jön ki, hogy ez bizonyított be, hogy nem engedett be, vagy meg akartad előzni, és felgyorsított, azt mondjuk én se szeretem, de akkor sem húzom rá a kormányt, és lesatúzok előtte. Hát saját magad, mások testi épségét is, és magát a forgalmat is veszélyeztetett, tehát nem csak ti ketten sérültök adott, és főleg most, ahol mondom, betonfalnak ütközött a csávó, tehát hogy azért hello, valaki elé még lehet, hogy ő is befordult, szerencsé, hogy nagyobb baj nem történt. Tehát, hogy ezt tényleg nem értem, hogy az emberek nem tudják levezetni a stresszt, a feszültséget, szóval inkább gyertek ide trollkodni, tehát még ennek is jobban örülök. Ja, ez egy ilyen közszolgálat, vagy mi ez? Hogy hívják ezt? Közérdekű? Jó nagyköveti közérdekű. Ja, hát lehetünk Mátai szeretett szolgálat. Idősség! Itt a helye. Na jó, aztán egy kicsit nagyobb téma, amire kicsit tovább lehet beszélni, ez a kém botrány, de erről majd közös műsorban is nyilván szólt ejtünk, ez a Pegasus, vagy micsoda program, amit izraeliek fejlesztettek, és általában a magyar kormány is vásárolt ebből a kém szoftverből, újságírók megfigyelésére és ellenzéki politikusok megfigyelésére, illetve azt hiszem diplomaták is szóba kerültek. Hát nyilván mindenkit, akit lehet. Külön nem néztem utána ennek az egésznek, de hát nyilván valahogy kapsz egy programot, vagy egy linket, te véletlenül rámentél, vagy nem tudja, hogy telepítik fel a telefonokra, vagy csak sima meghívót küldenek a napi sajtótájékoztatóra, és amúgy ez már tartalmaz valamit, és ha már megindultad az e-mailt, akkor az a program rajtad van, nem tudom. De hogy több újságírót is megfigyeltek elvileg állítólag, magyar kormány pedig szépen lereagálta, hogy sajtóhírekkel, vagy sajtóhírekkel nem foglalkoznak. Tehát, hogy sokkal komolyabban kéne ezt venni, nyilván azért sem foglalkoznak vele, hogyha igaz a hír, mert nyilván nem csak úgy kis Béla eszébe jutott tápió szecsőn egy kis utcába, hogy na, akkor csinálunk egy ilyet, és ezért nem itt a kormány vette gyakorlatilag ezt a szoftvert. A másik nagyobb ember azt mondta, hogy ő nem tagadja, hogy vettünk ilyet. Az a baj, hogy ez tényleg nagyon összetett, és nagyon nem fekete-fehér, és nem valóban is lehetett konkrét álláspontra jutni igazából. Csak az a baj, hogy tudod, minden arra vezethető vissza, hogyha lebutítják a kommunikációt arról, hogy Brüsszel, akkor már nem tudod ezt megmagyarázni, hogy amúgy szoktunk ilyet, szoktak ilyet, nem gáz ez, nem az a baj, nem úgy a íze, és egyébként tényleg nincs itt semmi látnivaló, és tényleg egy sajtóhír. Mert hát az meg, hogyha egybitesek vagyunk, akkor lehallgott, akkor némit lehallgott. Hát igen, és akkor közben ott a másik oldal, hogy nyilván igen, hogy Krisztián is mondta, hogy nem új keretű ez az egész történet, meg nyilván egy másik rendszerben is voltak ilyen és ehhez hasonló dolgok, csak hogy most már nyilván más világban élünk. Illetve, hogyha bűncselekménnyel vádolnak valakit, akkor jogos az, hogy megfigyelik, lehallgatják a telefonját. Ugye ilyenkor szokták általában. De az, hogy újságírók meg, akik ellenzékben vannak, tehát, hogy ez már azért egy ilyen kicsit megfélemlítés és társai, és nem biztos, hogy egy normális ország ez így ebből a szempontból. De mert mi által mai világban élünk, azért gyakorlatilag a telefon kint van az asztalon, a Facebook, az Instagram, amit tudom, minden ugyanúgy figyel és hallgat engem. Tehát, hogy ebből a szempontból, és inkább akkor Magyarország adattárhelyén legyen, mint hogy egy amerikai cégnél legyen, aki ki tudja, mikor, mit akar vele csinálni, és a többi, és a többi. Vagy ugye ez a hangvezérlés, hogyha bekapcsol gyakorlatilag éjjel-nap a figyel a telefonot, csak arra az egyszóra vár éppen az iPhone, hogy Siri. Mert azt meghallja onnantól kezdve, akkor nincs bekapcsolva nekem pont ezért. Pont ezért. Ott van. Azt mondja, hogy hát annyi, te kedves. Krisztiának be van kapcsolva ez a funkció. Szóval igen, tehát, hogy és nyilván csak arra az egy szóra reagál, de közben hát ezt úgy tudja létrehozni, közben az egész mondatot végighallgatja. Tehát, hogy így. Na mindegy, de mit lehet ez ellen tenni? Inkább most ezt szeretném elmondani nektek. Megvan a bomba biztos megoldás, akik tartanak ettől a lehallgatástól. Gyakorlatilag a Nokia 3310-es még mindig, ő a csúcstartó. Már pár ezer forintért, 9-18 ezer forintért meg lehet venni. Használtan nyilván. Aztán még van olyan is, hogy Siemens A50-es, Alcatel OT300-as, és a Nokia 5510-es sem maradt ki a felsorolásból. Ez utóbbi arról vált híressé, hogy a QWERTY billentyűzettel rendelkezik, így jóval gyorsabban lehet SMS-t írni. Ráadásul a Snake 2 is rajta van, hát a Snake az mekkora jó volt, mindig csúcsokat döntöttünk a bátyámmal. Az vicces játék volt. A kígyós játék megvan, ugye? Szoktam játszani a kígyóval.
Az jó, oké, de olyan telefonon játszottam a kígyóval. Na mindegy, az egy ilyen nagy, nagy durranás volt akkor abban az időben, hogy aki fél ezektől a dolgokat, tényleg az okostelefonokat dobja ki a picsába, és csatlakozzon le az internetről. Ezt mondjuk a laptopra is értem, teszem hozzá. Nekem automatikusan mindegyik laptopnál ki volt takarva a lencse például. Nem, mint a bármit is számítana, de legalább nem egyből látják a pofámat. Ki tudja, mit csinálok, érted, ilyenkor otthon négy fal közt egyedül. Nagy magányomban. Na mindegy. Hát ennyit erről. Meg ennyit erről a napról. A magas feszültség mára ennyi volt. Megköszönjük a drága figyelmet mindenkinek. Aztán tervek szerint egy hét múlva találkozunk. Addig is legyetek jók. Vigyázzatok magatokra. Feri@ftrpix.hu. Na felejtsétek. Sziasztok!